Vásárosnamény kitűnő adottságokkal rendelkezik turisztikai szempontból. A folyóvizek mellett gazdag kulturális, gasztronómiai és épített örökség található a térségben. Ezt igyekeznek bemutatni a Zoárd napi rendezvényeken. Az idén ismét megtelt a Kraszna híd és környéke, ahol kézművesek kínálták portékáikat, a fesztivál színpadon pedig folyamatos műsor szórakoztatta a közönséget. Látható az, hogy a vállalkozóink rámozdultak, a szálláshelyek bővülnek, a Tiszaparton már nem csak eladóházak vannak, hanem egyre többen vásárolnak nyaralókat, hiszen próbálnak arra építeni, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének ebben a kis csücskében, Vásárosnaményban van egy új vadászati múzeum, van egy új zoárnapi kezdeményezés, aztán zenei és kulturális programok tömkelege, és innen pedig csillagpontszerűen el lehet látogatni a Szatmári és a Beregi térség különböző pontjaira. Én azt hiszem, hogy marketing szempontjából sem utolsó. Az idei fesztiválra felújították a Kraszna hidat, amelyre a város jelképét, a Beregi keresztszemes motívumait festették. Az új arculat a város marketing része, amelynek célja, hogy minél több emberhez eljuttassák a helyi értékeket. Hagyománya kezd lassan lenni itt Vásárosnaményben a Zoárnapnak, de általában ugye a Beregbe, Szatmárba szerintem rengeteg látnivaló van, olyan, amit mi ugye a hétköznapokban olyan természetesnek veszünk, de akik ide jönnek, különösen turisták, azok csak rácsodálkoznak arra, hogy az országnak itt a legkeletibb csücskében milyen kincsek vannak, akár az élelmiszerre gondolunk, az ennivalóra, akár pedig hagyományok tekintetében, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mi erre, és ezt a büszkeségünket ki is kell mutatnunk azok felé, akik érdeklődnek. Nekünk meg az a dolgunk politikusoknak, hogy az érdeklődés fölkeltsük. Az 5. Zoárnapi Fesztiválnak a díszvendége az idén 50 éves Vásárosnaményi Liszt Ferenc vegyeskar volt, akik rövid koncerttel mutatkoztak be a közönség előtt. Mandulát, mandulát, Tisza partján nevelik a szép mert.